Sziasztok! Ismét térgeometria, ma a csonka gúlával és a csonka fogunk foglalkozni. Vegyük gyorsan át, hogy mi is az, hogy csonka gúla. Képzeljük el, hogyha egy szabályos gúlát elmetszünk, a egy az alaplappal párhuzamos síkkal, akkor egy csonka gúlát fogunk kapni, aminek nagy T az alapterülete, kis T a fedőlapnak a területe, az alaplapok síkjainak a távolsága, tehát a fedő és az alaplapnak a távolsága a nagy M, vagyis a csonka gulának a magassága. Ezt én itt kicsi M-mel fogom jelölni, ez pedig lényegében a levágott gulának a magassága. A térfogatát úgy számoljuk ki, ami a függvény táblába is nagyon szépen bent van, háromszor a Csonkagulának az alapterülete plusz gyök alatt az alap- és alaplapterület és fedőlap területének szorzata, plusz pedig a fedőlapnak a területe. A felszínét úgy számoljuk ki, hogy alapterület plusz fedőlapterülete plusz pedig a palást, a palást pedig úgy számoljuk ki a palástot, a gúláknál, csonka gúláknál, hogy ezek trapézból tevődnek össze, és a trapéznak a területét fogjuk kiszámolni egy trapéznak, és megszorozzuk, mondjuk jelen esetben itt négyel szorozzuk meg, hiszen négy darab trapézból áll ez a ö, csonka gúla. Nézzük meg a csonka kúpot. A csonka kúp is hasonlóan jön össze, mint a csonkagúla. Egy kúpot elmetszünk az alaplappal, párhuzamos síkkal, akkor jön létre, amelynek nagy az alapkörnek a sugara nagy R, a fedőkörnek a sugara pedig a kicsi R, a köztük lévő távolság, tehát az alap lap és a fedőlap közötti távolság szintén a nagy N, vagyis a csonkakupnak kupnak a magassága. Térfogatát úgy számoljuk ki, hogy pi szer M, tehát testmagasság per 3, alaplapnak a sugarának a négyzete, alap és fedőlap sugarának a szorzata, plusz a fedőlap sugarának a négyzete. A felszín egy kicsit érdekesebb, hiszen az egyenes csonka kup palástja a két körciknek a különbségéből tevődik össze, hiszen a fedőlapnak úgy számoljuk ki a két R szer pi, vagyis a kerületét úgy számoljuk ki, a fedőlap kerületét úgy számoljuk ki, hogy két R pi, az alaplap kerületét pedig kettőször nagy R szer pi, és ennek a különbsége a palás, lényegében itt a palást egy körgyűrű cikk, ezek a képletek nagyon szépen megtalálhatóak a függvénytáblázatban, szóval nagyon meg se kell jegyezni. Érdekes még a kúpnál, hogy a felszínre visszatérve, ugye a felszínt is ugyanúgy számoljuk ki, ahogy minden egyes testnél, hogy alapterület plusz a fedőlapnak a területe, plusz a palást, azaz, hogy számoljuk ki egy körnek a területét, jelen esetben az alapkörnek ugye R négyzetszer pi, a kis körnek kis R négyzetszer pi, és a palástot pedig úgy számoljuk ki, hogy kicsi R plusz nagy R, azaz az alaplapnak a sugara plusz a fedőlapnak a sugara, szorozva az alkotó, valami itt található, ugye, ez az alkotó, szor, pi lényegében. Térjünk is rá a feladatokra. Nézzük az első feladatot. Négyzet alapú egyenes csonkagúla alapéle 12 cm fedőéle. 8 cm, a magasság a 10 cm, számítsa ki a felszínét és a térfogatát. hát azt hiszem, hogy először is a térfogattal fogunk kezdeni, hiszen a térfogat számolásához minden adatunk adott. Adott a testmagasság, ki fogjuk tudni számolni az alapterületet. A fedőlap területét is ki fogjuk tudni számítani. Úgyhogy ezzel fogunk kezdeni. Ha az alaplap, ugye most gyorsan kiegészítjük az ábrát, ez 12, ez itt 8 cm, azt mondja, hogy a csonka gulánk magassága 10 cm. Akkor... Én gyorsan kiszámolom az alaplapomnak a területét, hiszen négyzet, ez is 12, akkor 12 x 12 az 144 négyzetcenti. A fedőlapé, ez 8, ez is 8, 8 x 8 az 64 négyzetcentiméter, akkor ide szépen visszahelyettesítek, és már ki is számoltam a csonkagulánknak a térfogatát. Eredményül pedig azt kaptam, hogy 1013,33 köbcentiméter a térfogata. Nézzük a felszínt. Felszínt hogy számolunk? Alapterület plusz fedőlap területe plusz a palást. Ugye a, a csonkagúlánknak a palástja az négy darab trapéz. Ahhoz én, hogy ö, ö, trapéznak a területét ki tudjam számolni, akkor szükségem van nekem a, az oldal trapézoknak az oldal magasságára, vagyis erre van nekem szükségem. Ugye ez az MO. Ugye most én ezt a trapézt fogom nézni. és azt én ide szépen kifogom nagyítani. Ugye ez olyan lényegében ez, mintha egy kicsit beljebb tolnám a trapézt, tehát így középen elvágnám. Ez is itt 12, ez 8, ezt nem ismerem, mert ezt fogom most kiszámolni. A magasságot pedig biztos, hogy tudom, hiszen ha ide képzeljük, akkor ugye ez a testmagasság, ami 10 cm volt megadva, de a magasság mindig derékszögű, ezt pedig pofon egyszerűen ki tudjuk számolni, méghozzá A-C per 2, 12-ből 8 per 2, és azt kaptam eredményül, hogy ez a kis darabka, ez. 2 cm, akkor egy egyszerű tétellel kiszámolom az oldalmagasságot. Ki is számoltam, most pedig ha már kiszámoltuk, akkor itt a palástokat, vagyis a négy darab trapéznak a területét pofon egyszerűen ki tudom számolni, hiszen a trapéz területe hogy is hangzott, a plusz C per 2 ször N, amit most számoltunk ki. Behelyettesítem. négyzet centét kaptam, de mivel ebből négy darab van, négyszer ugye a trapéz területe, az 408 négyzetcenti akkor innen a felszínből már minden tudok, egyszerűen elvégzem, és készen is vagyok a feladattal. Ilyen egyszerű volt. Nézzük a következőt. Csonka gula alakú, 65 cm magasságú virágláda négyzetes aljának az éle 32, a felső éle 52 cm, ezért lett fordítva, mivel a felső él az sokkal hosszabb, mint a, az alsó, ez egy fordított csonkagula. gula. Hány kilogramm föld van benne, ha a ládát 50 cm magasságig töltjük földdel, és tudjuk, hogy egy köbméter föld tömege 1400 kg. Kilogram. Korán olyan bonyolult ez a feladat, mint ahogyan hangzik. Biztos, hogy térfogatot fogunk számolni. Hiszen ha ilyen kérdés van, hogy hány kiló föld van benne, az tuti, hogy térfogatos. El is írom a térfogat képletet. Az alja itt, ez 32 centi, a felső éle 52 centiméter, ez egy fordított trapéz. És azt mondja, hogy hány kiló föld van benne, és ugye 65 centiméter. Ezt most ide kívül jelölöm. 65 cm a csonkagullánknak a magassága. Hány kiló föld van benne, 50 cm magasságig töltjük. Azt képzeljük el, hogy 50 cm magasságig beleborítjuk a virágföldet a mi kis virágládánkba. Ez a csonkolás. Csonkában a csonkolás lényegében. Ugye itt... Beletöltöttük 50 centi ö, magasságig a virágföldet. Tekintsük akkor ennek az ábrának a, a keresztmetszetét, hogy jobban megértsük ezt a feladatot. Kicsit nagyobbra veszem. És mit ismerünk belőle? Ugye én azt mondtam, hogy itt az alja 32 centi, itt az egész 52, ugye? Viszont 50 centi magasságig itt virágfölddel töltöttük meg, és azt kell észrevenni, hogy ennek a trapéznak a térfogatát kell nekünk kiszámolni, amelyből ugye az alaplap területe az 32x32 lesz, viszont ennek a fedőlapnak a területét nem ismerjük. Na erre kell most nekünk rájönni. Én elnevezem ezt a trapézt ABCD-nek, és észre kell venni, hogy ez trapéz a trapézban, vagyis hasonlósági arányokat fogunk mi most használni. Ha én ezt, ops, meghosszabbítom, ugye ez itt 50 centi volt, akkor ezt tudom, hogy ez 15 cm, hiszen az egésznek a magassága 65 centi volt, és én ezt mondjuk ö, könnyebbség kedvéért elnevezem E és F-nek, ugye ez pedig háromszög a háromszögben lesz, ha észreveszünk, ez pedig gének. Na szóval észreveszük, hogy az EAF háromszög és a DAG, ez a nagy háromszög hasonlóak, szögeik megegyeznek, ezért a két háromszög oldalainak aránya is meg fog egyezni a magasságok arányával. Szóval itt arányokat fogunk nézni, és a magasság segítségével, mivel az adott, azt ismerjük, ki tudjuk majd számolni az EF szakaszunknak a hosszát, hiszen ezt is ki tudjuk számolni a DG szakasz hosszát úgy, hogy az 52-ből én simán kivonom a 32-t, akkor én megkaptam, hogy ez 20 centi, és ezt a háromszög, ez a háromszög, és ennek a háromszög arányát fogom venni, vagyis az 50 a kismagasság, per a nagy magasság 65, az úgy aránylik egymáshoz, mint az EF szakasz, vagyis az oldalélek az EF szakasz a nagyhoz, azaz 20, egyszerű kereszt ki tudom számolni, hogy az EF nem lesz más, mint 15,38 cm. Akkor megkaptam, hogy ez 15,38 cm, akkor ez, és ennek a, mondjuk a H szakasz hossza, pedig pofon egyszerűen kiszámítható úgy, hogy veszem a 15,38 cm tehát ezt, amit most kiszámoltam, ez pedig a maradék, azaz a 32. Akkor megkapom, hogy ez 47,38 cm ez. Azaz ez itt. Most már megkaptam, hogy ez 32 egész nem 32 bocsánat, hanem most számoltam ki, hogy ez az egész 47,38 centi. Tehát megvan a fedőlapunknak a, az oldaléle, innentől kezdve már, semmi dolgunk nincs, mint visszamenni a térfogat képletbe, hiszen a nagy terület mondjuk ez 32x32, 32, az 1024. Akkor még mi kell nekünk? Kell a kisté. Azt most számoltuk ki, hogy a kistének a fedő éle 47,38, ugye a négyzetem, mert ez is itt 47,38, akkor én azt kapom, hogy ez 2244,86 négyzetcenti. Igen, és akkor szépen a minden tudok én a térfogat képletemből, ugye 50 centi most már a testmagasság, mivel a, a virágföldes szakasznak a térfogatát kell nekünk most kiszámolni. 79.750,31 köbcenti lett a virágföldes részünknek a térfogata. Igen, ám, de azt kérdezi, hogy ö, ö, hány kiló föld van benne. Hány kiló föld van benne, ezért nekünk most köbméterre kell átváltani, hogy a dimenziók stimmeljenek. A köbcenti és köbméter között ugye 6 nulla van, 1, 2, 3, 4. 5, 6, azaz ez 0,079750, azt már a végét nem írom le, köbméter van, ezt átszámoltam, és egyszerűen megszorzom, ugye az 1400-al, mert egy köbméter föltömege 1400, akkor azt kapom eredményül, hogy ebbe a virágládába nekem 111,65 kg földem van. Ilyen egyszerű volt. Nézzük a következőt. Ez már egy csonkakúp. Egyenes csonkakúp alapkörének sugara 4 deciméter, a fedőlapé 2 deciméter, a felszíne 107,89 század 4 deciméter. Mekkora a magassága? Azt mondja, hogy az alapkör az 4 deci, a fedőkör sugara pedig a kicsi R az 2 deciméter. A felszín pedig 107,89 deciméter. Mekkora a magassága? Hát nem hiába adták meg ugye a felszínt. Én felírom magamnak a felszínképletet a csonka És felírom ugye a térfogatot, mert a tudom, hogy a térfogat képletben van benne a magasság és a testmagasság. Akkor mit ö, tudok én lényegében, azt kell kitalálnom. Ugye ezt kérdezik a testmagasságot, én nem tudom a, az alkotót sem, de az alkotót ezt ki fogom tudni számolni, hiszen megadták, hogy a felszín összege mennyi. Akkor én egyszerűen csak visszahelyettesítek a felszín képletben, és egy egy ismeretlenes megfogom lesz meg fogom tudni oldani. Megkaptam, hogy az alkotó 2,39 cm, szóval ezt kaptam most meg, a egyenlő 2,39, és ahhoz, hogy testmagasságot tudjuk számolni, itt is trapézokat fogok nézni, találtam is egy trapézt itt középen, amit én mondjuk ide szépen a keresztmetszetét veszem, és mit ismerek én ebből a trapézból? Ismerem ugye az alap élt, ami 8 cm, ugye dupla sugár, dupla sugár fönt is, ez 4 cm, most számoltam ki az alkotót, 2,39, és nekem a magasságot kell kiszámolnom, amit roppant egyszerűen ki is fogok tudni számolni, ezt úgy számolom ki, ugye ezt itt, ezt a kis szakaszt, hogy a mínusz C per 2, azaz kiszámolom, hogy 8-ból 4, 4 per 2 az ugye 2, ugye ez derékszög, derékszög, egy egyszerű pitagóra széttel le, kiszámolhatom a testmagasságot. Kiszámoltam, hogy 1,31 cm ennek a csonkakúpnak a testmagassága. Ilyen egyszerű volt ez a feladat, a következő videómban pedig a gömbökkel fogunk tovább menni, és akkor lezárjuk ezt az egész nagy térgeometriás részt. Sziasztok!